Itt vagyunk a Kodály Központban, ahol a ma esti Pannonfilharmonikusok jótékonysági koncertjét egy nem mindennapi esemény előzi meg. Egy ékszerkiállítás, amelyben a kiállított darabok nagyban kapcsolódnak a zenéhez. Meséljen nekünk erről a kapcsolatról. Így van, ez a kiállítás kifejezetten a ma esti koncertre állt össze. 16 iparművészt kértünk arra föl, mi az Ezüstláz Ékszer Galériából, hogy a ma esti koncerten elhangzó Ginastera zenemű, ami, tehát egy argentin zeneszerzőről van szó, az ő ma esti felhangzó művére alkossanak ékszert. Ez azt jelenti, hogy ennek inspirációjára, ennek ihletésére készítsenek valamilyen viselhető műtárgyat. Milyen műtárgyak készültek el, és milyen anyagokból? Volt természetesen az ezüst, hiszen ezek az ékszertervezők jellemzően ezüsttel dolgoznak, ez is a végzettségük, de ez emellett nagyon sok egyéb anyagot is használtak, abszolút változatos, többféle egzotikus fa, ébenfa, bokotefa, amitről talán itt nem is sokat hallottunk, fordul elő csont, papírékszer is van ezüsttel kombinálva, ami egy igazi különlegesség. Aztán pergamen, amiről azt gondolnánk, hogy papír, de az valójában szárított kecskebőr színezve, gyönyörű nyakéket formázva. Tehát tényleg is szintetikus anyagok, tehát nagyon sokféle anyaghasználat fordult elő, változatos. Természetesen drága kövek is tarkítják a sort. Honnan jött az alapötlet? Az alapötletet megalapozta az a több éves együttműködés, ami a mi galériánk, az Ezüstláz Ékszer Galéria és a Pannonfilharmonikusok között már fennáll, működik. Tehát tulajdonképpen ez a kooperáció gondolkodtatott el bennünket, hogy hogyan gazdagíthatnánk még tovább a kapcsolatunkat, és azt gondolom, hogy ez egy szép gondolat, hogy művészeti ágak közötti kapcsolatot hozzunk létre, teremtsünk meg egy ilyen jeles napon, mint a Zenevilágnapja, hiszen erről van most szó, a Zenevilágnapja alkalmából a zene ihletésére egy másik műfaj, egy másik művészeti ág alkotásai tekinthetők meg itt. Hogy fogadták ezt a művészek? Mennyi ideig volt elkészülni ezekkel a tárgyakkal? Körülbelül június elején tudtuk meg egész pontosan a hangversenynek a tematikáját, és akkor választottuk ki konkrétan ezt az argentin kortárs zeneművet. Tehát gyakorlatilag június eleje óta volt idejük a művészeknek készülni erre a kiállításra. Mennyire kaptak szabadságot ebben? Teljes mértékű szabadságot kaptak, tehát azon túl, hogy ennek a zenének az inspirációjára készítsenek ékszert, semmiféle megkötés nem volt, ahogy mondtam, anyaghasználatban sem, de abban sem, hogy ez most gyűrű legyen, nyakék legyen, vagy stílus irányzatban, tehát semmilyen tekintetben nem volt megkötés. Ennek is köszönhető, azt gondolom, hogy valóban változatos és nagyon sokféle tárgy született meg. Jellemzően egyébként azért a nyakékek vannak nagyobb számban, gyűrű az kicsit kevesebb fordul elő, és brossunk egy született.